Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A világ első magyar kajakkenu sport legnagyobb hazai seregszemléjének és egyben tehetségfigyelőjének is betudható a minden évben egy azonos hétvégén zajló országos vidékbajnokság és Budapest bajnokság. A két versenyen több mint 1500 zömében gyerek, serdülő és ifjúsági kajakos és kenus indult a rövid távokon, 500 és 1000 méteren zajló futamokon. Az örvendetes helyzetről, a részletekről a dombori versenyen Weiss Róbert maratoni szövetségi kapitányt kérdeztük. Nem véletlen, hogy folyamatosan évek óta uralja Magyarország a világ kajakkenu sportját mindkét szakágban. Szinte kimeríthetetlen az utánpótlás bázis. Már a gyerek, kölyök, illetve a serdülő kategóriában több százas az indulói létszám a kisebb rendőrangú versenyeken is. Hát még az országos vidékbajnokságon. Idésmond, az idején a szokásos helyszínen Faddomboriban 1300 fölén nőtt a nevezők száma, amelynek kezelése szervezői szempontból sem egyszerű feladat, a két rendező, az Atomerőmű ESE és a Magyar Kajakkenu Szövetség illetékes bizottsága számára. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy Faddomboriban rendezett vidékbajnoksággal egy időben, minden évben a fővárosban zajlik a Budapest bajnokság, és ott is 2-300 volt az indulók száma, elmondható, a magyar síkvízi és maratoni kajakkenu tehetség felfedezésének a napja is egyben a vidékbajnokság, illetve a budapesti viadal. Itt vannak ebben a mezőnyben a jövő Európa világbajnokai, meg talán olimpiai bajnokai is. Ugye még nem tudjuk pontosan, hogy kik azok, de azért itt már lehet látni néhány esetben, főleg a nagyobb korosztályokban, serdülő ifjúságiban, hogy kik azok, akik elsősorban bontogatják a szárnyaikat. Nagyon fontos az, hogy minél több területen, több helyiségben alakuljanak a szakosztályok. Az elmúlt évben, években, az elmúlt 5-10 évben körülbelül 25-30-al megnőtt Magyarországon a kajakkenu szakosztályok száma. Nyilvánvalóan ezek az újonnan alakuló kis egyesületek viszonylag alacsony versenyzői létszámmal rendelkeznek, de már bontogatják olyanok a szárnyaikat. Biztos nagyon sokan nem hallottak lábatlani sirályokról vagy borsodi örökmozgókról, amelyek kis egyesületek, de itt már egy-egy versenyszámban elcsipegetnek egy-egy dobogós helyezést, és ez mutatja, hogy ott is komoly szakmai munka folyik, és megvan a lehetőség annak, hogy a későbbiekben aztán, amikor ezek a versenyzők felnőnek, beérnek, ha nem is abban a kis szakosztályban folytassák a pályafutásukat, mert esetleg egy nagyobb egyesületben jobb szakmai körülmények között tudnak készülni, de hogy komoly nagy versenyzőké váljanak. Weiss Róbert, mint a maratoni szakák felnőtt szövetségi kapitánya, árgus szemekkel figyelte azokat a gyerekeket, akik alkalmasak lehetnek a későbbiek során a maratonra, akik ilyen fiatal korban, még persze, hogy rövid távon is indulnak és ott is vitézkednek, nem könnyű feladat megtalálni, hogy mikor mit csináljon az adott versenyző. Bár ebben a korban, itt egy rövid távú versenyen azért ezt nehéz megítélni, mert mint tudjuk, a maraton versenyszám a felnőttek mezőnyében 25 km után kezdődik igazán, és ott dől el, hogy ki az igazi maratonista, és kibírja végig azt az utolsó 5 kilométert, és a 30 kilométeren tud az első között a célba érkezni. Éppen ezért óriási harc minden évben, mindkét szakákban, mind az utánpótlásban, mind a felnőtteknél, az éppen aktuális EB-re, VB-re kvalifikáló két válogató. Csikósok tartottak bemutatót az egykori dunaföldvári magyar laktanyában a Tátor János Vadász Egylet vadász juniálisán. A csikósok között volt egy rekorder is, a puszták királya, Tóth Lajos, aki idén tavasszal puszta 20-as fogatával került be a Guinness rekordok könyvébe. Türelmesen várják a lovak, hogy befogják őket. Gazdáik csikós bemutatóra készülnek. Igen sok érdeklődő gyűlt össze az eseményre, ami nem véletlen, hiszen a csikósok között a puszta királya, Tóth Lajos is ott van.
Sok türelemmel és hozzáértéssel a csikósok sok mindent el tudnak érni lovaiknál. A bemutatón idomítási gyakorlatokat és ügyességi játékokat láthattunk. A lovak fektetése, ültetése természetellenes pozíció, de gazdáiknak ezt is teljesítik. Az asszony veréshez a közönség soraiból válogattak, mely igencsak jókedvre derítette a nézőket. A kendőzéses fogocskázás pedig egy fiatal leányzó csokjáért folyt. A játékokat követően visszatért a puszta királya egymaga, 8 lovával. Tóth Lajos tavasszal 20 lovat hajtott egyszerre, ezzel bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Most puszta 8-asát hozta el a Tátor János vadászegylet vadász juniálisára. Aracki László, akivel itt bemutatóztunk is az előbb, ő neki a segítsége, ő neki az ötlete volt ez, hogy legyen egy ilyen Guinness rekord kísérlet, és megkért, hogy hajtsam. Én adtam bele 6 lovat, 14 ló volt, az répbérpuszta lovak voltak. Ugye lovakat elkezdtük hajtani februárban, és április közepe felé beszélgettünk a rekorderre, aki kim volt ez a Gál Gábor, rekorder kísérletnek az elnöke, és mondta, hogy mik a feltételek, 1 perc lépés, 1 perc szüget és 1 perc vág, tehát kellett menni. Igazából körön, nem volt muszáj irányváltás, de mi csináltunk velük mindent igazából hügetésbe. Hát a vágta volt a nehezebb velük, a vágtából való visszaállás hügetésre. Idén kezdtem el jobban 8-ot hajtani, hogy a rekordnak nekiálltunk februárban, akkor növeltük a fogatot, mert én csak 5-ösre hajtottam előtte. Hát ez a 8-os, ez körülbelül 2 hete megy együtt. Most ma lett egy ló berakva a középső sorba, a jobb oldali ló, az most lett berakva a mai nap folyamán. Próbáltuk ki, hogy jó lesz-e. Hát már kiderül hónap. Igazából ez nem egy összeszokott 8-os volt. Ezek a lovak visszaállnak szóra, itt nem nagyon kellett velük kínlónom, de ott a 20-nál azért, mikor elindultunk vágtába, ott volt olyan kör, hogy csak voltam rajtuk, hogy igazából azon voltam, hogy egymás után menjenek, de nem tudtam velük megállni. Hát nagyapámnak volt lova, 2 éves korom óta van ugye a családban ló, igazából ott lovasztam én nagyapámnál. Hát így az 5-ös hajtás, ez a csikóskodás, hogy jártunk ilyen lovas rendezvényekre, és ott mindig voltak azért csikós bemutató puszta 5-ös, azok tetszettek. Hajtottam fogatot is, 3 évet, 4-et, azt nem olyan sokáig fogathajtásra jártunk, utána kezdtük ezt a csikós bemutató. Ez most már 5. éve járjuk így az országot. Zajlik az amatőr kategóriában látogatott rendezvénynek számító régiós jelleget öltő szekszárdi strandröplabda bajnokság. Az elmúlt hétvégén ideális körülmények között a második fordulót rendezték meg. A régi arcok mellett ezúttal újak is feltűntek, és a röplabdával ismerkedő általános és középiskolásokból álló 2, illetve 3 tagú csapatokkal is újra találkozhattunk. Ilyen hosszú és kétes végkimenetelű labdamenetek gyakorta jellemezték a gyengébb játék előtt képviselő csapatok mérkőzéseit az úgynevezett B kategóriában, ahol éppen a 3 fős csapatok jelenléte volt a jellemző. Az A kategóriában is előfordultak triók, de itt azért a klasszikus strandröpis felállás, a páros is jellemző volt. Találkozhattunk lány, illetve hölgy triókkal is, akik között bizony kakukktojásnak számított az egyik csapatban felbukkanó egyetlen fiú. Ez a forduló is azért vonzott a strand és élményfürdőből érkező semleges nézőket is, mert más strandröpis amatőr tornáktól eltérően itt Szekszárdon tudásban jobban közelebb állnak egymáshoz a csapatok, mint úgy általában az amatőr rendezvényeken. Minden tökéletes, sőt ennyi csapat még nem is volt, tehát ezt azt hiszem csúcsot döntöttünk, 17 csapat van, elég nagy fejtörést is okoz, hogy menjen a lebonyolítás, de szerencsére 3 pályát tudunk állítani. Az időjárás majdnem tökéletes, a szél egy kicsit erős, de a napsütés az adott. Sok helyről Kecskemét, Dombóvár, Kaposvár, Dunaújváros, Paks, jönnek sok felől, hál' Isten. Tovább terjed a torna híre. Újabb triók érkeznek a Dél-Balaton és Kiskunfélegyháza az Alföld térségéből. A visszajáró felföldi Edina Kuruc Tamás
páros csábította le szintén a félegyházi Kollát Petra Cibolya Csaba dúót. Ott jártunkkor az A kategóriában éppen egymás ellen meccseltek az Alföldről érkező teremröplabdás múltú négy fiatal. Nekem van egy kiskunfélegyházi jó barátom, akik anno egy másik versenyen, valamilyen tónál, nem tudom pontosan, ott kezdtek el versenyezni, és az teljesen leépülésre került, és itt találták meg pár éve ezt a tornát, és azt mondták, hogy nagyon jó, mindenképpen jöjjünk el, mert élvezni fogjuk. Egyetemen kezdtem el röplabdázni, és úgy kerültem a strandröplabdához, és hát igazából ezt jobban szeretem, ugye a meleg miatt is, meg a hangulat is sokkal jobb. Én jól érezzük magunkat, stílust képviselem, egyáltalán nem komolyan, hanem tényleg hobbi szinten. Már nem először tapasztalhatjuk, a röplabda hozza össze a párokat a magánéletben is. A röplabda nagyon nagy szerepet játszott a ismerkedésünkben, és ez egy szintén a kiskunfélegyházi barátommal, illetve neki a nővérével, mert őt előbb ismertem, így indultunk egy csapatba, és ott ismertem meg a páromat, ami eszméletlen love story. A különböző tudásúak jelenek meg itt, de nincsenek nagyon profik. Tehát olyan igazolt játékosok, másik régióban előfordul ez, de nehéz is kiszűrni, hogy most igazolt, vagy volt igazolt játékos. Meg szerintem itt a többség az a játék miatt jön, hogy élvezze, és mi nagyon jól érzünk magunkat, és szerintem mindenkinek van sikerélmény, pláne úgy, hogy ugye szétszedik, és van egy alsóág is. Az elsőbb kiesettek, és egy ilyen külön kis bajnokságot és eredményeket tudnak elérni. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó. Lába, kézzel, fejje, ahogy érünk a labdához, az a lényeg, hogy megmentsük, és utána tudjunk belőle jönni. Mindez a felsőházban, összesítésben a 8. helyhez volt elég a szekszárdi bajnokság második fordulójában, ebben a kiegyenlített mezőnyben. A nemzetközi Dunatúrát 1956-ban alapították szlovák és magyar kajakosok. Az idén 64. alkalommal megszervezett túrán 8 ország érintésével, Ingolstadttól a Fekete-tengerig közel 2500 kilométert eveznek a résztvevők. Évek, évtizedek óta Pakson is kikötnek ők, akikhez tucatnyi magyar is csatlakozik. Legtöbben a dunamenti országokból érkeztek, de volt közöttük kaliforniai, ausztrál, holland, olasz és svéd evezős is. A kora esti órákban érkeztek Paksra a 64. Nemzetközi Dunatúra evezős résztvevői. A Nemzetközi Dunatúra Európa leghosszabb vízitúrája, mely a Fekete Erdőtől a Fekete-tengerig halad. A résztvevők összesen 2455 folyamkilométert eveznek. A Dunatúrát vendégül látó városok jóvoltából gyakran a helyi szokásoknak megfelelő meleg étel is várja a nehéz sorsú túrázókat. A paksi partszakaszon 95-en kötöttek ki, ahol kellemes fogadtatásban volt részük. Az önkormányzat jóvoltából egy vacsorán vehettünk részt, illetve itt az atomerőmű sportcsarnok, atomerőmű kajakkenu telepén tudtunk megszállni. Alpolgármester úr fogadta a népes társaságot, és kívánt nekünk jó utat a továbbiakra. 95-en érkeztünk. A dunamenti országok minden egyes országából jöttek, mellette amerikai srác Kaliforniából, ausztrál hölgyek jöttek, hollandok, egy olasz család, svédek, úgyhogy igazán színes társaság érkezett ide Paksra. Szerencsére itt Pakson mindig kipihenjük magunkat, jó körülmények várnak minket. A csapat mindig a saját felszerelését használja, Ingolstadttól egészen a tengerig. Mindenki a saját hajójába evez, saját sátrát használja, és hát a mai szakasz az kiemelkedően hosszú, 52 kilométer, ami azért a gyakorlottaknak is 4-5 órás evezést fog igénybe venni. Többség már elindult hajnalban 6-kor, hogy a nagy meleget azt pihenéssel tölthesse, úgyhogy legkésőbb 6-ig várjuk a csapatot Bajára érkezve. Morning! Már korán szorgosak a táborlakók, kipihenték előző napi fáradalmukat. Többen szedték is a sátorfájukat és útnak is indultak, hogy a legnagyobb napsütést már a következő táborhelyükön töltsék az árnyékban. De van, aki komótosan még a reggeliét fogyasztja. Hajóikon a jelzés, hogy honnan érkeztek és hová tartanak. Legtöbben már régi motorosok, de akad közöttük újonc is. Úgy, mint ez az amerikai fiatal, aki először vesz részt ezen a túrán, Ingolstadttól egészen a Fekete-tengerig megy velük.
A felkészülésemet futással segítettem, otthon Kaliforniában kajakszörfözök, ott több a hullám, itt pedig több az evezés, túrázás. Ez az első évem a Nemzetközi Dunatúrán, most már több mint egy hónapja evezek a csapattal. A németországi Ingolstadtból indultam, és Romániában a tengerig fogok evezni. A következő táborhelyükig, Bajáig 52 kilométert eveznek pihenés nélkül. A Fekete-tengerhez körülbelül egy hónap múlva érkeznek meg. A nemzetközi túrát 1956-ban alapították szlovák és magyar kajakosok. Az Eurocamp nemzetközi U13-as labdarúgó torna 2001-ben Németországban indult útjára. A bói gyerekek már az első rendezvényen is részt vettek, és azóta sem képzelhető el a torna nélkülük. 2003-ban rendezték először Németországon kívül, éppen bójban a kupát. Az idei bói tornára a pécsi sportolda lány focistáit is meghívták. Bátran és ügyesen fociznak a lányok, csupa fiúkból álló gárda az ellenfelük, de őket ez cseppet sem zavarja. Egy kicsit nehéz, mert ők erőszakosabbak és erősebben rúgnak. Apukám is focizott, és nagyon megkedveltem. Nem tudom, válogatott szeretnék lenni. Luca édesapja is ott volt a tornán, edzőként és labdarúgó szakosztályvezetőként. Mint mondja, meglepődtek, amikor kislányuk jó néhány táncos év után az ő nyomdokaiba lépett. Először is meglepődtünk, mert egy nagyon jó táncos éveken voltunk túl, és a tánc után atletikával is elkezdett foglalkozni. Aztán az egyik atlétika edzésen ő kitalált, hogy futbolista szerette lenni. Ez körülbelül 7 évvel ezelőtt volt. Előtte a pécsi sportod előtt bolyba a fiúkkal sportolt közösen, és akkor megkaptuk ezt a lehetőséget, akkor egyből éltünk vele, hogy csatlakozzon a lánycsapathoz. Nem bántuk meg. Először furcsa volt, most már beleszoktunk. Az Eurocamp 2001 óta tartó történetében ez az 5. alkalom, hogy bolyban találkoztak a csapatok, és eddig 4-szer sikerült tornagyőztesként elhagyniuk a pályát a bóiaknak. Most is színvonalas, jó mérkőzéseket játszottak a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy lassan kezdenek belerázódni a csapatok a nagy meleg ellenére. Nagyon fontos az, hogy itt nagy barátságok vannak, ugye több éve tartó kapcsolatról beszélünk. Elmondanám talán akkor résztvevő csapatokat is, ugye a lányokkal kezdeném, a pécsi sportolda csapata. Negyedről jöttek, Csernátonról, Horvátországból, Dolmiholjác, és Bojról két csapat, a 11-es és a 13-as korosztály játsza itt most a mérkőzéseket, ami nagyon fontos, hogy minden évben megrendeződik. Tehát itt nem volt szünet, és 19 éve keresztül mindig meg tudták rendezni ezt a tornát különböző országokban. A bói gyerekek magabiztosan jól játszottak, és esélyesként léptek pályára minden mérkőzésen. Nagyon jó meccseket játszottunk, de annyira nem voltunk jók, mert volt egy kicsi nehézség, de egyre jobbak voltunk. Én 4 éves korom óta focizok, és azért, mert ez szerintem egy nagyon jó sport, és a csapatjátékról szól, és ez nekem nagyon tetszik. A bóiese idén 100 éves. Az Eurocamp nemzetközi tornát már a centenárium jegyében rendezte az egyesület. Minden egyesület életében úgy gondolom, hogy egy rendkívüli esemény, amikor egy egyesület és sportjére 100 éves. És mi megértük ezt, és úgy gondoltuk, ezzel a neves, rangos eseményel össze tudjuk kötni. Mindenki nyerni akar, hiszen ez egy természetes dolog, de úgy gondolom, nem minden áron, tehát nagyon sokat számít az, hogy olyan csapatok vannak itt, akik nem csak a sportban barátok, hanem a testvérkapcsolatban, a testvérvárosi együttléttel, és nagyon sok barátság fűződik, ezért nehéz így úgy ellenfélnek tekinteni. Nyilván, amikor pályán események vannak, akkor mindenki a sajátjának szurkol, de amint úgy van, akkor a következő mérkőzésen ugyanannak a csapatnak szurkolunk, akivel előtte játszottunk. Az idei Eurocamp nemzetközi U13-as labdarúgó tornát 2003, 2013, 2016 és 2017 után ezúttal is a bóiak nyerték. Nyáron nincsenek ökölvívó versenyek, mégis akik sikereket akarnak elérni, ilyenkor is bizony edzeniük kell. Nincs ez másképp a PVSK ökölvívó szakosztályánál sem, ahol többen esélyesek a 2020-as vagy a 2024-es olimpiai részvételre is. Az ökölvívók edzésén jártunk.
Szinte minden korosztályban van ökölvívó válogatottja a PVSK-nak, sőt a felnőtt női mezőny nagy ígérete Horváth Zsófia is az egyesület színeiben versenyez. Alvics Gyula méltán büszke tanítványaira. Minden korcsoportban van több. A serdő korcsoportban van a Borovics Balázs, Laskovics Bence. Borovics Balázs az 50 kiló, a Laskovics Bence 65 kilós. A junior korcsoportban Somu Ferenc Péter, aki az első számú válogatott, aki már többször volt Európa-bajnokságon harmadik helyezett. Ifi korcsoportban 49 kilóban van Kapuvári Bálint. Felnőtt korcsoportban pedig 75 kilóban, felnőtt korcsoportban 75 kilóban Cservenka Róbert van, 81 kilóban Lukács Bence, aki képviseli az országunkat ezekben a korcsoportokban. Mint minden sportág, még az olyan alapsportág is, mint az ökölvívás, változik. Felgyorsult a tempó, amihez természetesen alkalmazkodni kell. Én egyébként szövetségi edző vagyok, tehát én az összes világversenyen szintén vagyok, ifi, 22 és felnőtt korcsoportban. Én ezeket pont jól látom, ezeket a változásokat. Itt fel van egy kicsit gyorsulva minden, tehát kevés idő van arra, illetve úgy mondanám, hogy a komfortzónák ezek megszűntek. Itt következő, amit azok értik, akik szakmában dolgoznak, hogy egy lépésed van, és egy lépésből azonnal kell válaszolni valamilyen formában. Na most itt, ha valaki elmozog, eltávolodik az ellenféltől, azt jelenti, hogy komfortzóna, mert akkor újraépül az egész. Itt egy mellé lépésből azonnal kell reagálni, és gyakorlatilag ezt jelenti, hogy felgyorsult a bunyó. Harmadik helyen végzett Samu Ferenc Péter a romániai Galatiban rendezett junior Európa-bajnokságon 60 kg-ban. A PVSK sportolójának célja a 2024-es olimpiai részvétel. 7-8 évesen kezdtem az ökölvívást, előtte más küzdősportot űztem, előtte thaiboxoltam, és akkor így váltottam át boxra. Jobbak az eredmények, jobban ki tudok ütni külföldre, mindenfele. Hát sokkal eredményesebb küzdősport, mint a Thai box. Hát a kétszeres Európa-bajnokság harmadik helyezett, arra nagyon büszke vagyok, akkor a Marokkóban meg volt rendezve egy ilyen junior olimpia, ott is harmadik lettem, arra is nagyon büszke vagyok. A 62. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékversenyen Cservenka Róbert 75 kg-ban aranyérmet szerzett. Robi a 2020-as vagy a 2024-es olimpián szeretne indulni. Igazából eleven gyerek voltam az iskolában, ezért választottuk ezt a sportot Alvis Gyula báltanácsára. Eljöttem az első edzésre, az edző látott bennem valamit, azért feltett rögtön a versenyzőkhöz. Ez már 8 éve volt, 8 éve küzdöm, ezt a sportot üzem. Igazából pont ebben az évben sikerült úgymond a legnagyobb eredményt elérnem, a Bocskai István emlékverseny sikerült megnyernem. Ott a Magyarország legmagasabb jegyzett ökölvívóját sikerült legyőznöm, Harcsa Zolit. És igazából erre vagyok a legbüszkébb, kétszeres magyar bajnok vagyok. Az még korosztályosban. Évvégén sajnos egy sérülés keresztbe húzta a számításaimat, így évvégén csak a magyar bajnokságon tudok elindulni. Válogatottban nem szerepelhettem, az 22-es Európa bajnokságon voltam, de ott jött ki ez a sérülés, ezért nem sikerült jól, egy meccset tudtam nyerni, utána kikaptam a svédöklözőtől. Hát egy hónapja kezdtem el az edzéseket, de még oda kell figyelni, még van egy hónapon vissza, hogy teljesen tudjak edzeni. Hobbi sportolóként kezdte ökölvívó pályafutását, de mára-mára női felnőtt mezőny nagy ígérete, Horváth Zsófia, aki Győrből érkezett Pécsre, egyetemre. Én 2 éve bunyózok, és igazából engem mindig inkább az ilyen küzdősportok, vagy az ilyen fiúsabb dolgok érdekeltek. Hát úgy konkrétan, hogy miért, azt nem tudom, talán mert van egy bátyám, és akkor ő is mindig így karatézott, boxolt, és akkor mentem után, és 2 éve mentem le a terembe először. Amire a legbüszkébb vagyok, az a magyar bajnokságon elért bronzérmem, ami szerintem elég jónak mondható, így másfél év bunyó után. Hát a magyar bajnokságon az aranyérem a cél, rövid távon egyelőre. Az olimpiai 5. helyezett kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes, 9-szeres magyar bajnok ökölvívó Alvics Gyula saját bevallása szerint nagyon szeret edzősködni. Megbecsülik klubjában a PVSK-nál, és számítanak rá a válogatottnál is. Ez volt erre a hétre a pálya. Jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!